Itt a Szabadkai Gerontológiai Központ március 27-e utcában található épületkomplexuma keretében építenék ki azt a 6, egyenként 44 négyzetméter alapterületű lakást, amelyben migráns családok lennének elszállásolva, illetve azok laknának itt, akik Szerbiában nyújtották be menedékkérelmüket. Kerestük a Gerontológiai Központ igazgatóját, azt mondták, hivatalos úton van. Az utcában élők a hétfő reggeli sajtóból értesültek a migráns lakások építéséről, fel vannak háborodva. Nekünk van üzletünk a buszállomásba, és én látom ott, hogy ők hogy viselkednek. Egyáltalán nem a mi kultúránk szerint élnek, nem úgy viselkednek. Ezek fölborítsák, ez az utca egy nagyon szép, csöndes utca, és itt... Erre ez nem, nincs betörés, nincs lopás, és ők nem így fognak. Ők miből fognak itt élni, hogyha nem kapnak munkát? Hát mindenhova be fognak törni. Nagyon sok szegény ember van, akit jobban kellene segíteni. Akik itten élnek, és itten dolgoztak a gyárakba, fölépítették a gyárakat is, szegények most is, nem? Ima jako puno problema sa njima, i da tu sad mi strepimo u našoj ulici zbog njih. A zbog čega strepite? Pa zbog eto što upadaju u kući, kradu, otimaju, šta ja znam, šta sve što radi, šta sad puno ima incidenata sa njima. A március 27-e és a környékbeli utcák lakói petíciót kezdeményeztek a migráns lakások építése ellen, és hétfő estétől gyűjtik az aláírásokat. Azt sem értik, hogyan telepíthetnek be olyan közegbe bevándorló családokat, ahol egyébként súlyos beteg idősben lakók élnek. Az objektumokat azoknak a migráns családoknak szánják, akik úgy döntöttek, menedéket kérnek Szerbiában. Nenad Ivanisevic szerint főleg kisgyerekes családok élhetnek majd ott. A beruházás összértéke 650 ezer euró. A projektet a Norvég Királyság pénzeli, a szabadkai önkormányzatnak és a szerb államnak egy dináriába sem kerül, tette hozzá a szociálpolitikai államtitkár, aki a subotica.com-nak nyilatkozott. 300 ezer euró az építkezés, a többi a rezsiköltségekre és a létesítmény fenntartására alkalmazott dolgozók béreire megy majd el, mondta a hírportálnak Petár Balázsevics, a Gerontológiai Központ igazgatója. A Szabadkai Befogadóközpontban tartózkodó migránsok közül eddig egy sem adta be Szerbiában a menedékjogi kérelmét. Ez azt jelenti, hogy mindannyian Nyugat-Európa irányába szeretnének elmenni. Egyébként nem hivatalos adatok szerint Szerbiában összesen 70 migráns adta be a menedékjogi kérelmet, tehát jelezte azt, hogy Szerbiában szeretné folytatni az életét.